Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Szarvaskőn, a CÖF Cöka és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége nevében. Én, mint elnök, azt a tisztet kaptam, hogy itt Heves megyében is vezessen végig az adományozó ceremónián ezeket a programokat, aminek megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel és örömmel álltam neki és vállaltam el, hiszen ezt a missziót, amit a CÖK-CÖKA kezdeményezett úgy 2016-ban, szinte azonnal igen mondtunk, amikor megkerestek minket, hogy csatlakoznánk ehhez a kezdeményezéshez. Ez egy 4 pillérből álló misszió, amiből most 2 hoztunk el ide Önöknek. Nagyjából olyan 50 állomáson már túl vagyunk, mind Magyarország területén, mind a határon túli régiókban is már tartottunk bemutatót, adományátadást, könyvbemutatót és sok minden egyéb programot. 150 készüléket adtunk eddig át. A pillérek közül az első az ebben az ízig varázsreceptgyűjteményben ölt testet. Hát ez gyakorlatilag azért készült, mert volt egy sórendeletnek nevezett jogszabály, ami a közétkeztetésnek az egyik jogi alapját teremtette meg. Ezt sokan kigúnyolták, hogy ez azt jelenti, ez a sórendelet, hogy akkor innentől kezdve ízetlen leves lesz, nem lehet semmibe sót tenni, stb. Stb. Na most mi nem emiatt, de hogy maga a sórendelet egy jó kezdeményezés, egy nagyon jó lehetőség, emögé egy szakmai anyagot kívántunk tenni. És ebben a receptgyűjteményben olyan ételek vannak, amik megfelelnek összességében ennek a sórendeletnek is. Nem a sórendelethez szabtuk ezt a dolgot, hanem abszolút racionális érvekkel készítettünk recepteket, amik alapján összeállítható olyan menü, ami megfelel minden aktuális jogi szabályozásnak. Ez a könyv is úgy készült el a receptek benne, hogy az alapanyagok nagy része helyben megtalálható. És azon kívül, hogy helyben megtalálható, szezonális alapanyagok, tehát ami helyben frissen található a környezetünkben, azokra építi. Amellett, hogy konkrét receptek vannak benne, van pedagógiai háttér is, ami szintén olvasható benne. Itt ha csak arra gondolunk, hogy a pedagógusnak nem csak az a feladata, hogy oktassa a gyereket és nevelje a gyereket, nyilván elsősorban otthon nevelik a szülők a gyereket, de hát a pedagógusoknak is van egy ilyen feladata is, és hogy ha már elviszik őket étkezni, akkor mondják el nekik, hogy az adott étel az miből van és ez miért jó nekik. A spenótra tudjuk, hogy attól erősek leszünk. A sárgarépáról tudjuk, hogy attól tudunk fütyülni. Miért ne lehetne a többi étel alapanyagra is kitalálni valami ilyesmit, főleg ugye azokra, amiket a gyerekek maguktól nem esznek meg. Tehát akár egy sárga borsó főzelék, ami talán az egyik legkevésbé kedved, vagy egy kelkáposzta főzelék. Mondjuk el a gyereknek, hogy ez miért jó neki, és akkor onnantól kezdve nagy eséllyel megkóstolja. És miért is a közétkeztetést céloztuk meg? A gyerekek azok, főleg ugye akik mondjuk ebben a korosztályban vannak, akik ingyen kapják az ebédet, reggelit, uzsonnát az óvodában, iskolában, ők mindannyian egyformák, teljesen függetlenül attól, hogy milyen családi, anyagi körülmények közül jöttek, hiszen mindenki ugyanazt az ételt kapja. Tehát itt még van lehetőségük a gyerekeknek arra, hogy mindent megkóstoljanak, hogy mindenféle ízzel, mindenféle étellel megismerkedjenek. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, és ezért is tettük bele ezt a pedagógiai motívumot is. És akkor a helyi alapanyagokat hangsúlyoztam, akkor át is térnék a másik témánkra, ami pedig a helyi alapanyagoknak a konkrét feldolgozására irányul, és azért is hoztunk ilyen adományokat. Aszalókészüléket, illetve befőző berendezés. 4 célcsoportnak adunk át adományokat, helyi önkormányzatoknak és a helyi önkormányzatok által a közétkeztetési konyháknak, helyi civil szervezeteknek, nagy családosoknak és helyi kistermelőknek, őstermelőknek, kisvállalkozóknak. Az önkormányzatnál sok helyen azt hallottuk, az a tapasztalat, hogy van saját földjük, van akár gyümölcsösük, akár zöldséget termesztenek, ezt akkor fel tudják dolgozni, és így a közétkeztetésbe be tudják vinni. Ehhez is segítséget nyújthat ezt, hogy a saját alapanyagukat fel tudják dolgozni. De ugyanúgy például egy civil szervezetnél, amellett, hogy közösen be tudják gyűjteni ezeket az alapanyagokat, közösen fel tudják dolgozni,
adott esetben ezt értékesíteni is tudják, és azon kívül egy közös program nagyon jó lehetőség arra, hogy minden korosztály tanuljon valamit ebből a közös programból. Ha az idősekre gondolunk, ők át tudják adni a fiataloknak, hogy milyen egy tradicionális befőzés, egy lekvárkészítés, hogy kell előkészíteni, hogy kell elkészíteni, és ők meg tudnak ismerkedni egy új technológiával, ami sokan megkönnyíti a befőzésnek a munkáját. Milyen szenzációsak voltak az őseink, hogy itt helyben, elzárva mindentől meg tudták teremteni maguknak azt a létet, hogy fönn tudták tartani saját magukat és családjukat. Én is, mint két civil szervezetnek a vezetője, nagyon nagy tisztelettel állok itt, és minden támogatást meg kell, hogy adjon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ ilyen ötleteknek és ilyen civil szervezeti támogatási formáknak, hisz gyakorlatilag, hogyha egymást nem támogatjuk, és ezeket a jó ötleteket nem karoljuk föl, akkor nem fog megvalósulni soha a kamarának az az elképzelése, hogy a helyben lévő termékeket, a helyben és a közelben lévő termékeket juttassuk el a fogyasztónak. Ezen a rendezvényen átadásra kerül ez az edény, ami úgy gondolom, hogy egy civil szervezet életében nagyon nagy lépés. Lehet, hogy a társadalom részéről ez nem egy nagy adomány, de egy civil szervezetnél egy alapkőletétel, én úgy gondolom. És ez az alapkő, ez mindenféleképpen megteremti, és hozzájárul ahhoz, hogy ez a már bebetonozott csipkebogyó és elképzelés és feldolgozás, ez tovább folytatódjon, és átadják az idősebb korosztály a fiatalabbaknak, és a fiatalabbak pedig átadják az utánuk következő generációnak.